Zolt nevű magyar fejlesztési proxy tűzfalról szeretnék nektek egy kicsit beszélni. A marketinges kollégánkkal kicsit gondolkodtunk a címen, nem túl sokat, és gondoltuk, hogy ha már manapság már mindent kézművesnek hívnak, akkor mi is hívjuk a tűzfalunkat kézművesnek. Az igaz, hogy magyar, mert magyar emberek fejleszték, az is igaz, hogy kézzel fejlesztik, úgyhogy tulajdonképpen ez egy magyar kézműves tűzfal. Mi is ez tulajdonképpen, mi is maga az ORP? Ha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy open source proxy tűzfal. Mondjuk ezzel még ugye sokkal nincsen beljebb az ember, mit jelent ez tulajdonképpen. Az eleje még triviális, vagy legalábbis itt triviális, hiszen ez egy nyílt forrású szoftver, ha nem az lenne, akkor valószínűleg én itt nem nagyon adhatnék elő, vagy legalábbis ilyen súlyos kövezéssel kellene szembenéznem. Hogy proxy tűzfal ez mit jelent? Ez egy proxy technológiára épülő tűzfal, ami layer 7 protokoll elemzésre, módosításra, cserebelérésre és mi egyebekre képes. Hogy miért tűzfal? Annak szokás használni, illetve annak is lehet használni. Egyéb iránt mi azt gondoljuk róla, hogy ez csak az egyik felhasználási módja. Mi szeretünk úgy gondolkodni egyébként az ORP-ban, mint egy security middleware-ben, ha ilyen nagyon szépséges kifejezésekkel lehet itt élni, vagy még inkább, mint valami határvédelmi eszközben, határvédelmi technológiában, vagy határvédelmi platformban. Mit jelent ez tulajdonképpen? Az ORP, mint olyan egyébként egy C, illetve C++ nyelven fejlesztett eszköz, de Python nyelven lehet kiterjeszteni. Maga a konfiguráció is Python nyelven van, ami azért némiképpen bonyolítja a helyzetet, de azért nem a végletekig. Ami viszont komoly előnye és komoly távlatokat nyit, és nagyon nagy rugalmasságot ad a rendszernek, hogy a hálózati forgalmat meg lehet kapni Python nyelvű kódban, és az ember pontosan azt kezd bele, amit akar. És önmagában ugye sok feladatot hárítana valakire, aki szeretne elkezdeni ilyesmivel foglalkozni, de szerencsére azért az ORP megteszi azt nekünk, hogy a feladat egy nagyon nagy részét leveszi a vállunkról. Tehát amit mi megkapunk, vagy megkaphatunk, az bizonyos értelemben le van csupaszítva. Tehát a Layer 7 protokoll elemzés egy részét maga az ORP már elvégzi, mondjuk egy HTTP proxy keretében van arra lehetőség, hogy mi a puszta HTTP datát kapjuk meg, és azután azt csinálunk, amit akarunk. Erre mindjárt mutatok is egy példát, hogy mire lesz jó. Erre még visszatérek egy picikén. Kik fejlesztik ezt a tűzfalat? Mi az, amitől ez ugye magyar kézműves tűzfal? De egyrésztről ugye a Valavit IT Security, mint olyan fejlesztette viszonylag sokáig, mondjuk egy 10-12 éven keresztül, és némi cég átszervezési történetek kapcsán most már egy picit más ez a sztori. Most egy Balassis Kft. Nevű jogi entitás, és annak leginkább fejlesztői fejlesztik az ORP-ot. Ugye ez két dolgot jelent, hogy mi, mint Balassis Kft. Visszük tovább egyrészt az ORP, mint tűzfal fejlesztését, és mi viszük tovább az ORP GPL-nek is a fejlesztését. Ez persze nem jelenti azt, hogy más a Balavit által fejlesztett kereskedelmi termékek alatt ne ez a technológia ketyegne, de ez nem a reklám helye, úgyhogy erre nem szeretnék kitérni. Hogy fejlesztjük magát az ORP GPL-t? Igyekszünk egyébként minél transzparensebben csinálni mindezt. Ebben azt gondolom, hogy az elmúlt években voltak hiányosságok, itt-ott döcögések, de ezt most így próbáljuk leküzdeni minél hatékonyabb eszközökkel. Hát hallgattunk a kor szavára, és egész egyszerűen kiköltöztünk a GitHub-ra. Ott a teljes forráskód elérhető, néhány projekt keretében egyrészt magának a proxy tűzfalnak a forrása, a hozzátartozó library-nek, van egy kitűnő kernel modulunk, annak a forrása is megvan, és mi egyéb. Maga a tesztelés, illetve a fordítás egy minimalisztikus verziója az Travisban történik. Azon egyszerű oknál fogva, hogyha bárki kontribútálni szeretne GitHubon keresztül, akkor ezt meg lehessen tenni, és lássa azt, hogy ennek mi a végeredménye. A unit tesztek nyilván lefutnak Travisban, ennél egyébként sokkal, sokkal több nem történik. Jelen állás szerint a tesztelésnek mondjuk 90, vagy 95, 98, 99, kellően nagy számot mondva, plusz százalék a házon belül, cégen belül történik, de ez a folyamat azért mégiscsak biztosítja azt, hogy ha valaki beszeretne szállni ebbe a fejlesztésbe, kontribútálni szeretne, akkor azt végig tudja követni.
A következő lépés ugye az, hogy forráskódunk van, az ma már szerintem így édeskevés. Én a magam részéről néha, nagyon ritkán telepítek egyébként forráskódból is szoftvereket, de mióta házas ember vagyok, jobb dolgom is van ennél, úgyhogy szeretek így binárisból telepíteni manapság. Inkább már kernelt se fordítok, ideig süllyedtem, vagy csak a céges keretek között. Otthon már nem fordítok kernelt. Szóval van egy Open Build Service, hála egyébként az OpenSUSE-soknak, ez egy nagyon kitűnő szoftver és szolgáltatás egyben. A szoftver maga arra jó, hogy forráskódból csomagot csinál. Milyen csomagot? Gyakorlatilag bármilyet. Tehát, annak ellenére, hogy az OpenSUSE-sok csinálják, lehet vele Ubuntu-s csomagokat csinálni, Debian-os csomagokat csinálni, nyilván SUSE-sokat. Fedorást, Red Hat-es, CentOS-est és Arch Linux-os, szóval mindent, gyakorlatilag mindent. Azért is esett erre a választás, mert sok mindent tud egyszerre. A másik meg, hogy az OpenSUSE-sok, és itt is külön köszönet nekik, ezt a szoftvert működtetik az internetben szolgáltatásként. Tehát ha valakinek van egy open source projektje, akkor nyugodtan használhatja, és nem kell egy egész build környezetet, egy rengeteg build CH rútókat és gépeket fenntartani, ezt ők adják, az ember ezt csak használja. És itt egyébként az elkészült csomagokat, binárisokat publikálni is lehet, tehát innen lehet elérni az orpiránis változatait jelenállás szerint. A dokumentáció, mert ilyen is van, egy tutoriál, jelenállás szerint 0.1-es verzióval, azt gondolom, hogy ennél picit nagyobb készültségi fokkal, de a verziószám szerintem kevésbé számít. A lényeg az, hogy folyamatosan fejlődő tutoriál, hogyha valaki még nem látott életében Zorpot, akkor viszonylag sok kérdés fog felmerülni. Erre igyekszik a tutoriál az alapoktól kezdve válaszolni, tehát neki lehet indulni gyakorlatilag nulláról, egy picit érdemes elolvasgatni, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy is működik, mit is tud, mit is nem tud. Vannak benne egyelőre viszonylag egyszerű use case-ek, és majd a későbbiekben lesznek közepesen bonyolultak, meg reményeim szerint nagyon bonyolultak is. Hová lehet telepíteni? Ugye mondtam, hogy az Open Build Service, mint olyan, nagyon sok platformra a telepítési lehetőséget. Egyelőre mi Ubuntu-val indulunk. Ez azon egyszerű oknál fogva van így, mert a kereskedelmi termék is Ubuntu-n alapszik, tehát innen indulunk. Ezt nagyon hamar szeretném kiterjeszteni Debian-ra. Én is, mint nagyon sokan, Debian-on kezdtem mondjuk úgy a pályafutásomat, aztán amikor a stabil parátnő lett, akkor lett Ubuntu, mert kevesebbet akartam már ezzel foglalkozni, és azért a gyökerek megvannak, de szeretném, hogyha a Debianon is működne. Most már megjelent ugye a Debiannak az új stabil változata, abban van egy viszonylag értelmes verziószámú kernel, úgyhogy ott már lehet szépen haladni. És amerre szeretnénk kiterjeszteni, az nyilván OpenSUSE irány, hiszen az ott nagyon kézenfekvőleg adott, és egy Google Summer of Code projekt keretében egyébként amúgy is ígéretet tettünk az OpenSUSE-soknak, mert csak megint reklámozom őket, egy kicsit ők adtak nekünk egy slotot, mi cserébe letettük a nagy esküt, hogy már pedig Zorp lesz OpenSUSE-ra, és lett is. Úgyhogy ez is lesz egy vonal, és én szeretnék tovább haladni Fedora és CentOS irányba. Azt gondolom, hogy itt van jó néhány ember, aki hálózati biztonsággal foglalkozik, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó terep. És az egyik kollégának hála, ma már házon belül, a kollégát egyébként Jakab Kristófnak hívják, és valahol itt ül, van Arch Linux-os csomagolásunk, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy ilyen is lesz. Kinek sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt használja ott. Én már láttam működni. No, hogy mire jó ez eddig, most nagyon sokszor hallatszott már az a kifejezés, hogy Zort, meg proxy, meg tűzfal, meg security, meg middleware, mit tudom én, de mire jó ez? Szeretnék itt egy viszonylag komplex példát hozni. A komplex példa egyébként arról szól, hogy titkosítsunk el transzparensen egy felhőszolgáltatásban tárolt adatsort. Ez a felhőszolgáltatás jelesül a Google-nek a kalendárja. És mert egy jópofa videó, élőben nem demózok, én nem vagyok annyira bátor ember, csak videóról. Thunderbirdben felveszünk egy eventet. Van annak némi titléje, meg van némi event location, meg írhatunk bele némi description-t. Na, ez eddig tök jó.
Viszont nagyon paranoidok vagyunk, és szeretnénk, hogyha ezt a Google bennem olvasgatnák. Mit lehet ezért tenni? Nyilván el kell szévelni. Illetve nem kell elszévelni, és akkor biztos nem olvasgatják, de ha már az ember el szeretné szévelni, akkor is vannak jó módszerek. Fogunk egy zorpot, beállunk egyébként a kliensünk és a Google közé, kibontjuk a titkosítást, és kicsit elvarázsoljuk a benne lévő dolgot. Amit most látunk, az ugyanaz az event, csak nem Thunderbirdről nézve, hanem webről nézve, és a webem keresztüli nézetben ugye nincsen benne az ORP jelenállás szerint. Na, nézzük, mi történik. Azt látjuk, hogy mindenféle krikszkrakszok jelentek meg, és hogyha ezt a krikszkrakszokat így átvisszük némi Base64 dekódoláson, akkor valahogy mégiscsak kijönnek az eredeti szövegek. Még mielőtt itt tényleg a valaki nekem támad, hogy nagyon jó, de atya úristen, a Base64, ez sok minden, csak nem titkosítás. Ezt én is tudom, és ez teljesen jogos kritika lenne. Ellenben ez egy proof of concept, és így jóval egyszerűbb egyébként demozni, mint itt SSL kulcsokkal elkezdeni variálni. De ennek a proof of conceptnek a keretében már elkészült az a változat is, ami tényleg nyílt kulcsú kriptográfiát használ ahhoz, hogy az adatot eltitkosítsa. Most ez egy az ezernyi lehetőségből. Tehát tulajdonképpen mi történik? Van egy kliens, van egy cloud szolgáltatás, a kettő közébe teszünk egy zorpot, a zorp kinyitja a titkosított forgalmat, egyébként nyilván ez egy HTTP, korábban a Google kalendár XML-es Atom feedet használt, most már nem, most áttértek valami másik protokollra, de arra is megvan egyébként már a proof of concept. De mit kell csinálni? Ugye ki kell bontani a HTTP-t, vagy legalábbis értelmezni kell a HTTP-t. Ezt megcsinálja nekünk a HTTP proxy az ORP-ban, ez készen van, ezt semmit nem kell tennünk. Hogy haladjunk tovább? Meg kell nézni az adatrészt. Az adatrész jelenállás szerint most egy JSON. A JSON-ben meg kell keresni azokat a részeket, amik számunkra érdekesek és szenzitívek. Ugye mondjuk például az MM-nek a titléje, a descriptionje, és ezeket el kell titkosítani, amikor az egyik irányba megyünk. És amikor a vissza irányba jövünk, akkor így dekriptálni kell ezt az egész történetet. Ilyen egyszerű a sztori. És tényleg nem sokkal bonyolultabb a történet. Ez most mondjuk néhány száz sornyi Python kód, de egy következő ilyen szolgáltatás leimplementálás már ennél jóval egyszerűbb, mert ebből a néhány száz sorból egyébként igazából a kripto rész az, ami mondjuk a 80%-a, tehát mondjuk 70. De mondjuk 50-60 sorból egyébként bármilyen szolgáltatásból meg lehet szerezni a kritikus részeket, és azokat ugye már csak át kell passzolni némi titkosításra, és akkor ide jutunk, ahova jutottunk. Ez egy felhasználási mód egyébként a sokból, a rengetegből, amire zorpot lehet használni, de ez mondjuk egy viszonylag izgalmas terület, azt gondolom. Mik az újdonságok mostanában a Zorp GPL házatáján? Volt egy erősebb kihagyás, most nem is tudom, másfél évvel ezelőtt volt egyébként legutóbb Zorp GPL release, meg volt mondjuk néhány héttel ezelőtt egy újabb, 6.07 fedőnévem. Mik ebben az újdonságok legutóbbihoz képest? Egyrészt van IPv6 támogatás. Ez nagyon jó. Mondjuk, hogy IPv6, mondjuk a Linux desktop éve előtt vagy után lesz, azt nem tudom, de állítólag lesz. Most, hogy már elfogytak, ugye Észak-Amerikában az IP címek, most már akármikor is lehet, holnap is, meg holnap után is. Minden esetre fel vagyunk erre a helyzetre készülve. Olyannyira, hogy nem csak IPv6-ot tudunk natívan, hanem tudunk NAT64-et, meg NAT46-ot. Tehát, hogyha valaki arra a, hát hogy mondjam, nem nevezném perverziónak, mert talán ez mégiscsak túlzás, de arra a kevésbé szerencsés irányba haladna, hogy ő az IPv4-es hálózatát mégis csak megtartja, viszont IPv6-on is szeretné kiajánlani a szolgáltatást, akkor be lehet a kettő közé tenni mondjuk egy zorpot, nyilván mást is, de hát ugye nekem ez a kalapácsom van, úgyhogy én így nézek szögnek mindent. És lehet azt csinálni, hogy a szolgáltatás kívülről IPv6-nak néz ki, beteszünk egy zorpot, és a zorp IPv4-en beszél az eredeti szolgáltatást nyújtó mondjuk webszerverre. Tudunk ilyet. Van automatikus protokollfelismerés. Régóta kritika egyébként az ORP-al szemben, hogy mindent úgy elég vaskalaposan kell megadni. Hogy
megmondjuk, hogy mik a forgalmi paraméterek, és hogyha ezek a forgalmi paraméterek, már pedig ott akkor HTTP van, és HTTP lesz. Nem, de mi van, ha nem az van? Vagy mi van, ha nem tudom, hogy mi van? Teszem azt, hogy van egy 80-80-as port, és engem nem nagyon érdekel mindaddig, amíg valaki tartja a HTTP protokollt, hogy ott HTTP megy, tehát akkor menjen HTTP, de lehet, hogy az HTTP-es, na és akkor mi van? És erre csináltunk egy automata protokoll felismerőt, egyelőre csak néhány protokollal, HTTP-vel, FTP-vel, meg SSL-lel, és ezeket fel lehet ismergetni, és annak függvényében, hogy mi volt tulajdonképpen a protokoll, annak függvényében lehet proxyt választani. Ami még hasznos funkció egyébként, hogy lehet külön-külön szolgáltatásokat indítani annak függvényében, hogy a szerver milyen certifikátet mutat. Az első, mondjuk picit talán furán hangzik, de mondjuk, hogyha megyünk egy webbank irányába, akkor azt nem biztos, hogy olyan nagyon ki szeretnénk bontani, ez azért nem túl kedves dolog valakinek az internetbankjába belenézni, vagy internetbanki forgalmába belenézni, és akkor lehetne azt mondani, hogy jó, ha itt látjuk a szerver oldalon egy webbanknak a certifikátjét, akkor itt csak plug lesz, vagyis egy az egyben átengedjük a forgalmat, nem nézünk bele. Ha itt valami más van, akkor kibontjuk a HTTPS forgalmat, mondjuk a Google kalendár felé, és akkor ott titkosítunk. Tehát lehet szolgáltatást választani szerver oldali certifikát alapján. Ami régi adósság, szintén az SSL-hez kapcsolódik, hogy van SNI támogatás. Végre valahátra átengedjük az SNI-t. Egyrésztről és másrésztről egyébként a kliens által mondott hostnév alapján is lehet egyébként döntéseket hozni. Ami szintén egy nagyon érdekes és nagyon jó feature, ma már nem csak IP címeket lehet mondani a szabályokba, hogyha ilyen IP címre megyünk, vagy ilyen IP címről jövünk, akkor mi történjen, hanem lehet hostneveket is mondani. Mi történik ilyenkor? Egyrésztről nyilván induláskor feloldódnak ezek a hostnevek IP címekre, per 32-es vagy per 128-as IPv4, IPv6-os IP címekre, de ez még önmagában kevés volna, mert ugye mi történik, hogyha ez az IP cím megváltozik, márpedig ugye cloud szolgáltatásoknál viszonylag dinamikusan tud ez a történet változni. Van egy démon, ami egész egyszerűen figyeli ezeket a változásokat, és frissíti a konfigurációban ezeket az IP címeket. Tehát garantált az, hogy az az IP cím, ami a hostnévhez tartozik, az mindig az lesz, ami ahhoz a hostnévhez ténylegesen és aktuálisan tartozik. Igen. Ami a rendszergazdák életét segíti némiképp, az, hogy van összesítő naplósor, most már lehet utófeldolgozni, lehet statisztikázni, szépen megjelenik a syslogban minden forgalmi információ, és megjelenik, hogy mi történt vele. Ez is egy viszonylag régi adósság, illetve fejlesztettünk ilyen statisztikai dolgot, hogy le lehessen kérdezni, hogy egy adott szabály, egy adott zóna, egy adott service hányszor jutott élményre lehessen követni, hasonlóképpen egyébként, mint az IP tablesben, tehát ilyen counterek vannak gyakorlatilag. Mi a jövő, merre szeretnénk menni? Hát mindenfelé egyébként, remek jó ötleteink vannak, időnk sokkal kevesebb, mint ötlet. Egyrészt szóval, ami nekem a kis liblingem, a PET projektem, OpenVRT-re, tehát Zorpot minden OpenVRT-re. Én már ezt is láttam működni, sőt az egyik kollega cégem belül, ő azt csinálta, hogy van egy kis doboza, 128 mega RAM-mal, mindenki ízlelgesse, és futtat rajta egy proxy tűzfalat, és ez így működik a kis armián. És ő ezen a kis dobozon megy keresztül, úgyhogy még van egy beta test site-unk is, ha itt tetszik. Szóval ez egy működőképes dolog. Miért jó ez, vagy mire lehet ez jó? Leginkább az olyan felhasználásokra, mondjuk mind ez a cloud titkosítás otthon. Nem akarok új gépet, másikat, harmadikat, nem tudom. Egész egyszerűen csak van egy OpenVRT-s routerem, azon tök jól el tud ezt ketyegni, nem akarok én azon fergeteges forgalmakat átkergetni, vagy ha igen, akkor a javarészét nem applikációs szinten fogom értelmezni, azt csak úgy átengedem, mondjuk paketfilteren Zorban, vagy egész egyszerűen IP tablesben, de amiben szeretnék belekukucskálni, belenézni, módosítgatni, azt át tudom kergetni Zorban. OpenStack, hogy visszakapcsolódjunk egy kicsit az előző előadáshoz, az OpenStack definiál két service-t, ami a mi szempontunkból releváns. Egyrészt a load balancer as a service-t, másrészt pedig a firewall as a service szolgáltatásokat. Mindkettőhöz létezik driver Zorphoz, ha valaki érdeklődik.
akkor jövő szerdán lesz egy Open Stack Meetup, ott lesz előadás a Firewall as a Service-es Zorb driverről. Folyik egy Clear OS-port, hogyha valaki nagyon egyszerűen szeretné mindezt egy webes felületen konfigolná egy Zorbot, szeretné, hogyha Layer 7 proxy védeni a hálózatát, de nem szeretne sokat törődni ennek a konfigurációjával, hát akkor hajrá, tudom ezt ajánlani. Illetve foglalkozunk SDNS integrációval, OpenDaylight-tal azon kísérletezgetünk, és viszonylag jó állapotban van a történet, hogy hogyan lehet betenni egy SDNS környezetbe egy Zorbot, ahol egyébként virtuális switchekkel addig-addig irányítgatjuk a forgalmat, míg a Zorb megfelelő két lábára jut. Ott elvégződik az applikációs szintű ellenőrzés, majd visszajuttatjuk egyébként open switch-eken keresztül oda, ahova ténylegesen menni akart. És a kontroll ellen keresztül határozható meg egyébként, hogy tulajdonképpen mi történjen azzal a forgalommal, mondjuk sima protokoll elemzés hajtódjék csak rajta végre, legyen-e esetleg vírusszűrés, nem tudom mi, és mi egyebek, amiket egyébként még az ORP-al meg lehet csinálni. Szóval ezek az irányaink a jövőre vonatkozólag. Hogyha kérdésetek van, akkor akár most, akár a Balabites tannál, még így a konferencia alatt, várlak benneteket szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket!